Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, jár, jöjjön egy kis a Warframe. Nagyon-nagyon-nagyon <laughs> köszönöm azt a sok jó, amit küldtetek, tényleg rohadt sokat küldtetek, és tényleg nagyon köszönöm szépen, de most a többet ne küldjetek, <laughs> kérlek, nincs már hova tegyem őket és ez így, így néz ki a végső összeállítás. Tényleg nagyon köszönöm, és nagyon hálás vagyok értük, hogy, ezt, hogy ezt, ezt így sikerült megvalósítani. Kicsit alakítottam a dolgokon és a díszítésen. Képzétek el, azt a sok egyszer mind leraktam, és mind felszettem, hogy másképp alakítsa a dolgokat. Tehát így néznek ki, ezek az emberek küldtek nekem gallimot. Remélem senkit nem hagytam ki nevek közül, ha igen, akkor nem szándékos volt, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon köszönöm őket. Még sok vár uh, az űrhajó díszítés ebből a szempontból, hát ez már full endgame, legalábbis addig, ameddig be nem jön a 2.5-ös damage, eddig ez nálam full endgame lesz a warframe valószínűleg, és uh, hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul a uh, 2.5-ös damage-el, a játék addig nem is nagyon uh, fogom erőltetni a különböző modulásokat, fegyvereket, stb. Azt hiszem, ami a jövőt tekinti, 2018-ra a Warframe-re mindenképpen meg fogom várni, <laughs> remélem nem 2019 re hozzák be a Demis 25 öt tehát mindenképp azt hiszem megvárom a Demis 25 öt és akkor onnan ki... ki fogjuk elemezni, hogy miről szól, hogyan szól, bár már egy ilyen összeesküvés-elmélet videót csináltam a kedvem 2.5-ről, remélem, hogy nem az lesz, amit ott elmondtam, de ha az lesz, akkor meglátjuk, hogy mennyiben alakítja át a játékunkat, és mennyire lesz szükség Warframe-ben az endgame-re, és, és akkor egy kicsit, mit tudom én, újra dolgozzuk a Warframe-eket, újra bemutatjuk a 2018-nak megfelelő de úgy érzem, hogy most így a, a Warframe egy kicsit punyad. Nem is nagyon van neki endgame-je, leszámítva a horgászatot, szóval, meg jó, egy dolog vadászat, nem tudom. Tehát most egy kicsit arról szól, hogyha elmentek Cetusra, felpumpáljátok az ottani alianszat és kiszeditek mindent, amit kell. Tehát nagyon-nagyon sok farmolásról szól jelen pillanatában a Warframe legalábbis uh, nekem, mint mondjuk, akinek már sok minden megvan, más dolgon is konkrétan csak cetuson húzni az igát, horgászni, 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 nagyon lassan haladok vele, nagyon türelmetlen vagyok vele, hogy őszinte legyek, tehát ennyi farmoláshoz már, már azt hiszem, hogy nincs türelmem, viszont pont emiatt reménykedem benne, hogy a Damage 2.5 valamiféle megújulást fog hozni, és remélhetőleg mélyebb tartalmú videó témát, mert ezt, azért már, azt még meglátjuk ebből a szempontból, mert, mert most a a eket elég annyira bemutatni, hogy, hogy, így ezt tudja, és ezt csinálja, és rakja bele vitalitét, kávé ezen szinten mozog most már a warframe, de meglátjuk, hogy mennyiben alakít, de is 2.5. Hát, hogyha a sok nőr fel, mondjuk így, a sok nőr fel, ami a, ami látszik, hogy be fog hozni a játék, tehát valami ilyesmit látok, hogy be fog hozni, ez a is 2.5, ha csak nem szignifikánsan megváltoztatják addigra. Uh, lehetségesé válik, hogy az endgame, ami mondjuk most, mit tudom én, endgame, hol kezdődik jelenleg a Warframe, mondjuk level 400 plusz, mert igazából 4000-ig is el elmentünk már igazából, de ugye semmi értelme addig elmenni egy endgame Szóval, amire én számítok, ha már úgy vagyok, hogy az endgame-et közelebb hozza, mire gondolok itt, megeshet, hogy, hogy a Devis 2.5-tel az endgame maga, amit olyan level 100 lesz és level 100-on azt fogod érezni, mint régen level 400 fölött most mondtam valami, tehát level 400 1000 tehát lehet level 100-on ezt fogod nézni, ezt fogod érezni, hogy az az a szintű nyomás jön rád, azért mert a fegyvereid csak annyira ö, működnek. És megeshet ugye, hogy, hogy azért is akarják ezt csinálni, mert az alacsony bolygók nem látogatottak semmilyen szinten, se formolás, semmilyen szinten, mert ugye annyira könnyűek, de hogyha a fegyvereknek a Devis 2.5-tel adnak egy kisebb nörföt, akkor uh, a alacsonyabb bolygókra is szétszőlek az embereket, mert ugye a, a Jobb fegyverekkel is, mivel egy nörföt kaptak, hajlamosabbak leszünk az alacsonyabb szintekre menni, és ahol magasabb szintek vannak, az már az endgame felé közeledik, és hogyha endgame-re akarunk menni, akkor mondjuk kezdjük egy tízes szinttől, és elmegyünk százig, és a százon már ugyanazt a nyomást fogjuk érezni, mint a régebbi endgame-nél. Ez is, ez is lehet, hogy egy Féle nörföt fog kapni, a dolog, vagy egy olyan, amit mondta, hogy a Demis 2.5-ös videómban, hogy ö, konkrétan leegyszerűsíteni és bútítani akarják a játékot, mondtam van egy ilyen Destiny 2 szintre, hogy kifejezett kihívás ne legyen benne, de szórakoztató meglegyen. Remélem inkább a, a, az előbbi, tehát akkor már az lehet, hogy közelebb kerüljön az endgame, ne órákat kell játszani, amire oda kerülsz, hanem itt tudom, egy jó fél óra, óra alatt már úgy érezt, hogy na, hú, izgalmas, izgalmas. Csak ugye nekünk veterán játékosoknak talán hozzá kell szokni az, hogy ki tudja, ez megint csak mondom, tehát lehet, hogy új, újra hozzá kell szokni ahhoz, hogy, hogy level 100, anyád, de durva, mikor megszoktuk azt, hogy level 4 plusz fölött, Kezdődik a, az igazi kihívás, ugye a mostani vagy a még régebbi Warframe-ben. Ott kezdődött az igazi kihívás, az igazi játékélvezés. akkor, hogyha ezt így visszajön, mondjuk, hogy lefokozzák, és 100, hogy nézzük csak százas nem de miért ilyen kurva nehéz a játék? Szóval meglátjuk, hogy hogyan. Akkor pozitívan szeretnék hozzáállni. Eddig úgy gondolom, hogy az 5 éves pályafutásra a játéknak a Digital Extreme nagyon elkúrni semmit nem. Úrt el, mert, mert a játék még mindig jó és egyre többen csatlakoznak, szóval mindenki úgy érzem, hogy megtalálja benne azt, amit keres e, a Warframe-ben. Nos, srácok, kiemelném, Discord szervert használjátok, linkek leírásban, videóban, van, Facebookon, TNA, The Necro Army Facebook csoportban lehet jelentkezni, úgyhogy jap, nos, köszönöm a figyelmet, sziasztok!